Sziasztok! A Stíl gyakorlatok első részében abban szeretnék nektek segítséget nyújtani, hogy mi alapján tudtok magatoknak motorfűrészt választani. Hiszen hatalmas a választék, és rengeteg a választási szempont, ami alapján döntenünk kell. Például klasszikus kétütemű gépre van szükségünk, esetleg faápolási munkákat kell végeznünk, zárt térben kell dolgoznunk, hétvégén kell dolgoznunk otthon, lakott területen. Rengeteg lehetőségünk van. Azt általánosan el lehet mondani, hogy az elsődleges döntés az embereknél az a gépnek a teljesítménye szokott lenni, hogy milyen gépet válasszanak, és általában ezt a teljesítményt fölé lövik. Tehát normál esetben bízunk abba, hogy a gép, illetve a lánc az el tudja végezni azt az adott munkát alacsonyabb teljesítménynél is. A kérdés az, hogy maga a lánc, a vágószerkezet az karban van-e tartva. Hogyha karban van tartva, akkor normál teljesítménnyel el tudnak üzemelni a gépek. Általában azért szokták fölélőni ezt a teljesítményszintet, amire szüksége van az embereknek, mert nem szokták rendszeresen karban tartani a láncokat. A lánc kopik, az ellenállás megnő, és sokkal nagyobb erő kell ahhoz, hogy maga a gép dolgozni tudjon. Választatunk motorfűrészt a felhasználási terület szerint. Faápolásra, tűzifadarabolásra vagy kertápolási célokra, mezőgazdasági és építőipari célokra, valamint erdőgazdálkodásra. Választási szempont lehet az is, hogy a gépet magunknak vásároljuk-e, vagy esetleg egy vállalkozás számára, úgyhogy egy vagy több ember üzemelteti. Itt a későbbi költségekre kell gondolni, amiket lehet minimalizálni, méghozzá úgy, hogy a megfelelő gépet válasszuk ki. A kétütemű gépeknél ott egy folyamatos költségünk lesz vele. Az akkumulátoros gépeknél az elején lesz egy nagyobb befektetésünk, egy nagyobb költségünk, és a későbbi pedig minimális költségekkel fog járni a gépnek az üzemben tartása. Hogyha összehasonlítjuk a robbantott ábrákat a gépeknél, egy kétütemű gépben nagyon sok alkatrész van, egy akkumulátoros gépben nagyon-nagyon kevés alkatrész van. Pont ezért, amikor a kétütemű gépet üzemeltetjük, sokkal több mindenre oda kell figyelni, nem csak a vágószerkezetre, amire mind a három gépnél oda kell figyelni, hogy folyton karba legyen tartva, hanem a motorikus részre is oda kell figyelni, hogy karba legyen tartva. Az elektromos és az akkumulátoros ezt nem igényli. Az akkumulátoros abban különbözik nagyban a másik két géptől, hogy itt a vágószerkezetnek a karbantartása az kritikus. Tehát amíg az elektromos és a kétütemű gép az tolerálja azt, hogyha már kicsit kopottabb a láncunk, és nagyobb erő kell ahhoz, hogy magát a vágást véghez vigyük. Az akkumulátoros gépnél ez a nyomatékhatár, minél kopottabb a lánc, annál hamarabb eléri azt a nyomatékhatárt, ahol letiltja a gép. Fontos szempont lehet az, hogy milyen a vágásnak a képe, illetve a minősége. Aki élő fával dolgozik, annak nagyon fontos, hogy az a vágás, amit ejt, az tiszta legyen. Egy élő fánál, hogyha levágunk egy ágat, nem mindegy, hogy ez milyen, hiszen hogyha nagyon tépett a széle, akkor nehezebben fog gyógyulni a fa. Hogyha szép egyenletes maga a vágási kép, tükörsima, akkor annál hamarabb meg tud gyógyulni a fa. Tehát például ezekre, amikről most beszéltem, ezekre a legalkalmasabbak a negyedes láncok, amik a kisebb teljesítményű fűrészeken, illetve az akkumulátoros gépeken vannak. Ahogy haladunk szépen fölfele és megyünk a nagyobb gépek irányába, egyre nagyobb a teljesítmény, egyre nagyobb vágóéllel rendelkező láncokat tudnak meghajtani, amik egyre termelékenyebbek és rövidebb idő alatt sokkal több fát el tudunk vele vágni, vagy fel tudunk vele darabolni. Fontos szempont lehet az is, hogy ha valaki tűzifadaraboláshoz választ magának gépet, vagy kertápolási célra, hogy mennyire vibrál vágás közben a gép, illetve mennyire van lehetősége annak, hogy visszarugás történjen. Az erre alkalmas alacsony rezgésű és visszaütésű láncokat alapvetően gyárilag a belépő és a középszintű modelleken találhatjátok. Végezetül választhatunk a kényelmi funkciók alapján, mint például a könnyített berántást lehetővé tevő elasztostart, a szerszám nélküli láncfeszítés, a könnyített indítást és saját magát beállító motorelektronikát az M-Tronic rendszernek köszönhetően, vagy a vibrációmentes munkát az 500i-nek köszönhetően.